A Budai Magazin elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatja. A Budai Magazint látják, köszöntöm Önöket! Az Egészséges Budapest program keretében több budai egészségügyi intézmény fejlesztése kezdődik meg. Többek között a Szent Margit Kórház, a Kútvölgyi és a János Kórház modernizálása is elindulhat, a második kerületben pedig egy teljesen új szakrendelő épül majd fel. Miközben a vidéki egészségügyi ellátás modernizálására több száz milliárdos forrást biztosított az Unió, a fővárosi és Pest megyei gyógyító központok 60-100 éves épületekben és öreg, gyakran mások által már kiselejtezett gépekkel próbálnak lépést tartani a betegek és a kor igényeivel. A képet tovább árnyalja, hogy mindez még az érintett önkormányzatok random pénzügyi helyzetétől is függ. A kormány budapesti és agglomerációs ellátás minőségének javítása érdekében dolgozta ki az Egészséges Budapest programot, amely 10 év alatt szeretné talpra állítani a minőségi ellátást. A szakértők szerint a 10 éves programnak már az első évében olyan mértékű fejlesztésekre kerül sor, amilyenre az elmúlt fél évszázadban nem volt példa. A járóbeteg szakellátást 7 központ fejlesztésével szeretnék elérni, ezek közül 2 Pest megyei, 2 a pesti oldalon, míg 3 Budán található. A program szerves része többek között a mintegy 120 ezer embert ellátó Margit Kórház fejlesztése, az irgalmas rendi kórház bővítésére, modernizálására 12 milliárdot ad a kormány, míg a második kerületben élő mintegy 90 ezer ember ellátását szolgáló Frankel Leó úti járóbeteg szakrendelő építését majd 7 milliárd forinttal támogatja. A részben a János Kórházra alapuló hegyvidéki ellátás megszervezésére pedig mintegy 9 milliárdot szánnak. Mindezt a második kerület leendő járóbeteg ellátó központjának a helyén mondták el a kormány képviselői, ott, ahol most még néhány tíz autó parkol, ám 2-3 éven belül jóval több mint 7000 négyzetméteres, többek között egynapos sebészeti ellátást is biztosító modern szakrendelő fogadja majd a betegeket. Ez a régió Budapest és Pest megye mintegy 4 millió embert lát el, tehát amikor itt a fejlesztéseket vesszük sorra, azért nem árt tudni, hogy 4 millió ember mindennapi ellátásáról van szó. Akiknek persze nyilván azt tudjuk ígérni, hogy megújult intézményekben gyógyulhatnak majd, akár ők, akár pedig a családtagjaik, hozzátartozóik, szeretteik. Mindez illik hozzátennem persze azt is, hogy köszönet jár a magyar gazdaság szereplőinek, munkaadóknak, munkavállalóknak, akik munkájának köszönhet az elmúlt években a magyar gazdaság abban a helyzetben is került, hogy egyre több olyan programot tudunk elindítani és végrehajtani, amely valamilyen korábbi területnek a beszakadását állítja meg és felzárkózását célozza meg. Azt szeretnénk, hogyha az oktatási beruházások, a közbiztonságot szolgáló beruházások, a különböző gazdaságfejlesztési beruházások mellett most Budapest és környéke egészségügyi fejlesztése kapná meg a lehetőséget, azzal, hogy a betegellátás színvonalát, gyorságát, biztonságát és ezzel sokak életminőségét tudjuk javítani. Néhány héttel, hónappal ezelőtt még úgy álltunk egy lakossági fórumon, pontosabban ültünk, hogy végighallgatva a perceken át záporozó kérdéseket, miniszter úgy kezdte a hozzászólását, hogy tisztelt törvényszék. És nagyon nagy élmény az, hogy most végre viszont olyan helyzetben állhatunk ki, amikor már válaszokat tudunk mondani, olyan problémákra, amik nem az utóbbi években alakultak ki. Hát ezt is világosan kell látni, hogy a fővárosnak hosszú ideje lett volna arra, hogy úgy kórházait, mint szakrendelőit az elmúlt években átalakítsa, és öröm az, hogy ez mostanra sikerült, és öröm az, hogy tényleg tudunk válaszokat mondani sok mindenre. Az Egészséges Budapest program keretében a kormány a következő 10 évben több nagyon komoly fejlesztést fog megvalósítani, amellyel a fővárosi és agglomerációs kórházak, valamint rendelők, szakrendelőket kívánja megújítani. Már az idén 40 milliárd forintot fogunk fordítani a budapesti és Pest megyei kórházi fejlesztésekre, ebből 21,7 milliárd forintot költünk majd orvostechnológiai eszközöknek a beszerzésére, és 18,3 milliárd forintot pedig építészeti tervezés megkezdésére. E források mellett 7 budapesti és főváros környéki szakrendelő fejlesztésére kerül sor, illetve ezek kialakítására mindösszesen 24 milliárd forint értékben.
Harmadik elemként a rendelkezésünkre álló uniós forrásokból használunk majd föl energetikai fejlesztésekre, úgynevezett keopos forrásokról van szó. Ezekből 11 milliárd forint fejlesztés fog megvalósulni. Az Egészség Budapest program kereteit általában a fekvőbeteg ellátása nézve a 24 helyszín köztük a három centrum, annak a sürgősségi hálózatnak a létrehozását, amit vidéken az uniós forrásokból sikerült megvalósítani. Ennek az egyik markáns lépése most ez az orvostechnológiai beruházás, amely révén nagyértékű eszközök érkeznek végre hiányzó helyekre, CT-MR egyéb készülékek, illetve zajlik közben szintén a kormány anyagi támogatásával a nagy tervezés megindítása, ehhez is komoly forrás kell. És beindul jövőre, reméljük, ez az energetikai felújítás, és közben szinte ezekkel ölelkezően indulhat meg a járóbeteg szakrendelő fejlesztés. De tényleg most már láthatóan egy elég nagyívű, talán soha nem volt program indítása előtt állunk. Hogyha ebből az Egészséges Budapest programból a kerület szintjére lépünk át, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy bár nem kerület ide, kerületi érintettség miatt egy kiemelt területe ezeknek a fejlesztéseknek, itt egy 1,4 milliárd forintos orvostechnológiai fejlesztés történik, amelynek az eredményeként MR berendezés lesz ebben a kórházban is. Már folyamatban van a nővérszálló felújítása, és megtörténik a fűtési rendszer korszerűsítése is. Utóbbi 2,1 milliárd forintos ráfordítást jelent. Ezúton is szeretném megköszönni annak a civil kezdeményezésnek a munkáját, amelyik rá tudta irányítani a figyelmét a döntéshozóknak arra, hogy milyen fejlesztéseket kell sorrendben megcserélni és előrébb hozni. A Szent Margit Kórházban eszközfejlesztése és infrastruktúrális beruházásra fordítunk mintegy 1,8 milliárd forintot. Az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézetben, tehát az ORFI-ban 200 millió forintos műszer és informatikai fejlesztésre nyílik majd lehetőség, és a hosszabb távú tervekben pedig a régi épületek teljes felújítása, valamint 20 000 négyzetméter új kórházi terület megépítése szerepel. Körünkben van a budai Irgalmasrendi Kórháznak a vezetője, tehát itt sem kell talán hosszabban megismételnem, hogy ez is egy kiemelt intézménye a budai oldalnak. Ebben az intézményben pedig a kormány döntésével már biztosítjuk a rendelkezésre álló forrást egy 12 milliárdos fejlesztéshez. Nagyon bízom benne, hogy hamarosan fejlesztés majd el tud indulni. Választókerület határán 9,4 milliárd forint értékben fogjuk fejleszteni a 12. kerületi járóbeteg ellátást is. Ez a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi épületében történhet majd meg. Arra számítunk, hogy ezeknek a beruházásoknak egy jelentős része már a következő egy évben számottevő változást fog hozni a kerület és a budai oldal lakóinak az életében. Nagyon bízom benne, hogy a magyar építőipar bírja majd azt a ütemet és azt a kapacitást biztosítani, amely szükséges ehhez. Örülök annak, hogy ennek az Egészséges Budapest programnak a fontos része lett a második kerületi szakrendelőnek a megépítése. Köszönöm azt polgármester úrnak és a önkormányzat minden képviselőjének, hogy elkötelezettek voltak abban, hogy ez a fejlesztés minél hamarabb megtörténjen, hiszen itt már a miniszteri biztos úrék is úgy tudtak számolni egy fejlesztéssel, hogy annak lényegében minden konkrét eleme ki volt dolgozva, végig volt gondolva. A második kerület 6,8 milliárd forintot nyert a magyar kormánytól arra, hogy itt felépüljön egy 21. századi járóbetegellátó ezen az üres telken. Ez mindenképp egy nagyon komoly munka előzte meg. Nagyon komoly munka a kollégáim részéről, hogy évekkel ezelőtt ezt megálmodtuk, és a saját forrásból meg is terveztük ezt az intézményt, és már a jogerős építési engedélyünk van, tehát tulajdonképp úgy tudtunk pályázni, hogy tudjuk, hogy egész pontosan mire pályázunk, és a bírálók is pontosan tudták, hogy mire adnak pénzt. Eljuthattunk oda, hogy mi is bekerültünk abba az első csomagba,
amely egy nagyon nagy változás hoz a kerület életében. 89 ezer embernek a járóbeteg ellátását látjuk el, közel 400 ezer eset van per egy évben. Tehát 400 ezerszer fordulnak hozzánk különböző bajaikkal a második kerületben élők, és nem csak a második kerületben élők, hiszen a második kerület központi helyszín tömegközlekedésben, közlekedésben is egy jó helyszín, tehát kerületen kívül a budai régióból is többen fordulnak hozzánk a járóbeteg ellátásban. Mi körülbelül évente azt számoltuk, hogy egy olyan 700-750 millió forintot teszünk bele ebbe az ágazatba, ami egy önkormányzat életében komoly összeg, és éppen ezért nagyon fontos, hogy ezt a pénzt, amit remélem a következő években is oda tudunk tenni, a legjobban és a leghatékonyabban tudjuk felhasználni. Most belevághatunk a kormány jóvoltából egy közös nagy vállalkozásba. Ez a telek, amit látnak, az utolsó komoly értéket képviselő belső kerületi építési telkünk, ez körülbelül 1 milliárd forintot ér. Mi ezt a telket erre a célra kívántuk fordítani, és ehhez jön hozzá az 6,8 milliárd forint, amit pedig a magyar kormánytól kapunk. Így meg tudunk építeni egy 7500 négyzetméteres vadonatúj egészségügyi bázist, amely, mint hallják a villamosból is, nagyon közel van a közösségi közlekedéshez, néhány percre vagy egy percre a villamos megállótól, és egyébként az épületbe 144 zárt parkolót is tervezünk, hogy az itt dolgozók, illetve az ide érkezők, aki gépjárművel érkezik is, kényelmesen és biztonságosan le tudja tenni az autóját. Egy óriási lépése lehet ez az új rendelőintézet komplexum, amit itt mögöttem látnak, hiszen gondolják el, hogy jelen pillanatban a Kapás utca és intézményei 6 helyszínen működik. Szét vagyunk szórva a kerületben, a Tölgyfa utcában, a Fillér utcában, a Margit körúton, számtalan helyszínen, 6 helyszínen működik az ellátás. Ennek nyilván minden logisztikájával és minden betegirányítási problémájával. És önmagában a Kapás utcai épületünk, az is 1930-as, 40-es években épült. Nyilván próbáltuk mindig felújítani, moderné tenni, de hát egy 30-as, 40-es években épült épület, mind a fűtésében, mind pedig akadálymentesítésében azért a mai követelményeknek már nem tud megfelelni. Az itteni fejlesztés is jó példája azoknak az elveknek, amik ezt a folyamatot meghatározták. Az egyik ugyanúgy, mint a kórházaknál, a működési hatékonyság érdekében a telephely koncentráció. Tehát az nem normális dolog, hogy egy kerületben 6 helyen kell lakosságnak megjelennie, ezen telephelyek között ugye valamilyen módon mozgatni kell az információt, röntgent, labort, magát a beteget is. Mennyivel jobb, kedvezőbb, ha mindez egy helyen történik, sokkal hatékonyabb közegben. Ezt várjuk a kórházaknál, és ezt reméljük itt is. Nem mellékes, hogy ugyanúgy a járóbeteg szakkendelés sem kapott forrásokat az előző uniós ciklusban a fővárosban, ezért van az, hogy 60-70 éves épületek kell, 100 éves épületekkel kell néha szemben néznünk, az egykori fertőző kórházi világ helyett egy teljesen modern technológiát kéne működtetnünk ott is és a rendelőkben, és erre ezek a régi épületek nem alkalmasak. De hát ezek felújítása és korszerű eszközökkel való ellátása nagyon hasznos. Ebbe a 7500 négyzetméterbe minden belefér, ami egy 21. századi egészségközpontnak, vagy egészségközponthoz szükséges. Az összes jelenlegi szolgáltatásunk, a mindezekhez tartozó akadálymentesítés, az ehhez tartozó informatikai fejlesztés, digitalizálás, a digitális dokumentumok tárolása, és minden, ami megkönnyítheti az ide járóknak a hosszú távú gyógyulását, illetve az őróluk vezetett és nagyon gyorsan használható egészségügyi kép eltárolását. Ezek a rendelők valóban szó szerint a kórházakat tudják termentesíteni. A fent említett Szent János Kórház és a szomszédos nagy szakrendelői fejlesztés az egyetem mostani telephelyén azt jelenti, hogy végre ki tudjuk húzni a kórházból az ottan járó beteg tevékenységet. Az nem normális dolog, hogy betegek járványos időben látogatók nem mehetnek be, de viszont a járó betegnek be kell menni az urológiára vagy a sebészetre, kontrollra. Tehát ezt higiéniai betegellátási szempontból is rendezni kell, és ez is nagyon pozitív.
amiről szintén szót kell ejteni. Önmagában a fejlesztésnek az informatikai része az, hogy végre digitális röntgenkészülékek lennek mindenhol. Végre a röntgenképeket nem kell filmen vagy másolgatva elvinni, hanem azonnal tovább lehet küldeni a rendelőbe, a sürgősségi osztályra, és rögtön lehet döntést hozni a betegről, ezzel gyorsítva a betegutat, nem mellékesen beteg befogadási rendszert lehet végre a szakrendelőben is felépíteni, hogy időre tudnak jönni a betegek, és ennek az elektronikus rendszerét infrastruktúra szempontjából tudjuk produkálni, akkor a mostanában amúgy is elrajtoló egészségügyi elektronikus térhez olyan hardware teszünk hozzá, ami korábban források hiány a Közép-Magyar térségben nem volt. Nagyon bízom benne, hogy jövő év tavaszán már egy, ahogy miniszter úr mondta, talán még nagyobb körben, de ebben a körben mindenképp, vagy legkésőbb nyár elején egy alapkőletétel lehet, és nagyon bízom benne, hogy 2020-ban már állhat itt egy új második keleti járóbeteg szolgáltatás, ami minden második keleti polgár megelégedésére lesz, illetve nagyon sokat fog abban segíteni, akár csak az egynapos sebészettel, ami lehetségessé válik, hogy a budai oldalnak az egészségügyi fejlesztése, fejlődése, az kézzelfogható legyen a következő években. Azt emlék, hogy a lakosság viszonylag hamar megérzi a mostanában leginkább fájó járóbeteg szakrendálás torlódásának a javulását jobb körülmények és sokkal jobb időfaktor között. A cél a beteg ellátás színvonalának az emelése, az egészségügyben dolgozók élet- és munkakörülményének a javítása, valamint annak az egészségügyi ellátórendszernek, és nem utolsó sorban az orvos- és nővérképzésnek a fejlesztése, amely valamennyiünk életéről és egészségéről hivatott gondoskodni. Bízom abban, hogy ezek a most induló fejlesztések Budapesten és Pest megyében olyan mértékű változást indítanak el, amelyek mindannyiunk számára érzékelhetők lesznek. Van mit behozni ezen a területen. Az elmúlt években 500 milliárd forintos fejlesztés és 400 milliárd forintos bérfejlesztést tudott a kormány létrehozni az ágazatban, de olyan mély volt az elmaradás 2010 előttről, hogy ez a pénz egy jelentős lépést tudott jelenteni, de minden gondot nem tudott még megoldani. Nagyon bízom abban, hogy hamarosan ebben a körben, vagy tágabb körben is majd ünnepelhetjük annak az új szakrendelőnek a megvalósítását, amelyik része a programnak. Friss Budai magazinnal minden hétfő este jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! A Budai magazin elkészítését a Szerencsejáték ZRT támogatta.